Szentlélek nevében. Amen. A mi
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Az évközidő 24. vasárnapján, az eukarisztia ünneplésének kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagléti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit és mindazokat, akik média szolgálatunkkal kapcsolódnak be a Szent Mise ünneplésébe. Szeretettel köszöntöm a velemi zarándokokat, akik meglátogattak minket, valamint a gerendás család tagjait, akikért a mai Szent Misét fölajánlom, a gerendás és a görög család élő és elhunyt tagjaiért. Fölajánlom hálaadásul Katalin testvérünkért, 70 éves születésnapja alkalmából, és felajánlom élő családtagokért, az elhunytakért, Áronért, Károlyért, és imádsággal emlékezünk mindazokra, akik előre mentek az élet útján. Az egy évvel ezelőtt elhunyt Elek József testvérünkre is imádsággal emlékezünk. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk. Istenünk, mennyei király, mindenható
mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints ránk, s engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. A Sínai hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez. Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek. Izrael, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Az Úr még ezt is mondta a Mózesnek. Látom jól, hogy kemény nyakú nép ez, engedd, hadd gyújjon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé. Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt. Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel kihoztál Egyiptomból? Emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, akiknek megígérted, utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait. És azt az egész földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy övék legyen örökre. Ekkor az Úr könyörületre indult, és visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette. Ez az Isten igéje. Istennek. Az írt első leveléből. Szeretett fiam, hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára engem, aki azelőtt káromoltam, süldöztem őt és erőszakos ember voltam. De megkönnyerült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt, valósággal elárasztott az Úr kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel. Igaz beszédez és teljes hitelt érdemel. Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, és közöttük az első én vagyok. De éppen ezért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajta mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre. Az örökké valóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan egyedül való Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták, ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 99-et, s nem megye az elveszett juh után, amíg meg nem találja. Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, egy ház eresze alatt, védett helyen, a fal mellett élte életét a Fehér Kavics család. Biztonságban voltak, nem hullott rájuk eső, a fal megvédte a széltől is őket. Egy alkalommal azonban a Fehér Kavics család egyik tagja kigurult onnan a fal mellől az útra, az utcára, és örömmel fedezte fel szabadságát. Ugyanakkor számolnia kellett azzal is, hogy veszélyek fenyegetik, nincsen biztonságban. Úgy is történt, mert egyszer csak megállt egy kamion, fekete szenet hozott a ház lakóinak, leborították a megérkezett tüzelőanyagot,
És bizony a fehér kavics eltűnt a fekete szén mélyén, kisen látszódott onnan. A családtagjai aggodalmaskodtak, vajon mi lesz evel a kis kavicssal? Vajon megmenekül-e? De többet nem tehettek. Azonban a ház lakói behordták a tüzelőt, és így aztán a kis fehér kavics előbb újhatott a maradék szénpor alól, kidugta a fejét, és vissza akart volna menni a többiekhez, de azok tiltakoztak. Mi a fehér kavics család vagyunk, te pedig már nem vagy fehér, szinte fekete lettél. Piszkos vagy, ápolatlan vagy, nem tartozol közénk. A kis fehér kavics beletörődött a sorsába, várakozott, és megérte a várakozás, a bizakodás a jobb jövő érdekében, mert elerett az eső, és lemosta őt, megtisztította a szénportól. Így tehát egyszerre élvezhette továbbra is a szabadságát, de érezhette és élvezhette a megtisztulás örömét is. A többi családtag ott maradt a fal mellett a biztonságban, de mégiscsak a széljárás belepte porral őket, mégis ez a biztonság mégiscsak veszélyekkel járt, és még az eső sem hullott feléjük ebben a nagy védettségben, hogy megtisztítsa őket. Úgy vélem, hogy tanulságos történet a fehér kavicsnak az esete, mert jelképezi a mi emberi életünket és annak egyik legfontosabb adottságát, a szabadságot, de jelképezi a történet a földi életünknek a veszélyeit, a bemocskolódásnak lehetőségét, de ugyanakkor a megtisztulásnak az ajándékát is. A mai szentírási szövegek éppen erről szólnak, az irgalmas Istenről, irgalmas mennyei atyánkról, aki nekünk szabadságot adott, és amikor rosszul élünk a szabadsággal, akkor bemocskoljuk magunkat, akkor a veszélyek nem csak fenyegetnek, hanem bajok érhetnek minket, és ugyanakkor mégiscsak bizakodással az emberi élet esetében a bűnbánattal kiérdemelhetjük a megtisztító esőt, az égből hulló megtisztító ajándékot, amit kegyelemnek szoktunk nevezni. A választott nép szabadságot kapott, kiszabadult az egyiptomi fogságból. Megismerhette Isten szeretetét, mégis visszaélt a szabadságával, fellázadt az Úr ellen, bálványszobrot öntött, aranyborjút készített, és ezzel hálátlanul viszonozta Isten nagy lelkű szeretetét. És amikor az Úr el akarta a népet pusztítani, akkor Mózes közben járt a népért, és Mózes szavára az Úr megkönyörült a népen. És amikor a nép vezetője kérte azt, hogy mutatkozzon be az Úr, hogy ő kicsoda, akkor feltárta azt a titokzatos nevet, amelyet nem volt szabad kimondaniunk a zsidóknak, a JHVH nevet, amit mi Jahveként szoktunk olvasni, vagy így szoktuk emlegetni, amelyben éppen az isteni irgalom szerepel, a könyörület, a megbocsátó jóság, nem késlekedik az Úr a megbocsátásban, és ezt jelezte avval, hogy 40 éven át vándorolt az ő népével, továbbra is segítette a népét minden újabb hűtlenség ellenére. Az Úristen irgalmas, és mindig megmosta a népét a bűntől, de leginkább az embert akkor tisztította meg a bűntől, amikor felkínálta az ember számára a megtisztulás lehetőségeként a saját fiát.
Az Úristen a kezdeményező. Azzal kezdeményezte a megtisztulásnak, a bűnbánatnak, bűnbocsánatnak lehetőségét, hogy elküldte az ő fiát, és ezzel mutatta meg az ő irgalmát, hogy fiának a megtisztító áldozata teszi továbbra is szabaddá az embert és tisztává. Hitünknek ez a legfontosabb tanítása, hogy szabadok vagyunk, de Krisztusban van a szabadságunk, hogy ezzel a szabadsággal az életet nyerjük el, a véglegesen tiszta életet, az üdvösséget. Hallatlan nagy ajándék már itt a Földön, hogy az Úristen nem akarja a bűnös halálát, ahogyan üzeni Ezekiel prófétán keresztül. Az Úristen jó pásztor, és ezt a pásztori szolgálatot az Úr Jézus magáról kimondja, mert amiként a Jahve név azt jelenti, és azt üzeni, hogy én vagyok, aki vagyok, az Úr az, aki öröktől létezik értünk és a mi életünkért. Jézus is kimondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhaiért. Jézus felteszi a kérdést a tanítványainak, hogy ha közületek van, valakinek van 100 juha, és egy elvész közülük, nem hagyja ott a többit, hogy megkeresse az elveszettet. És épp így a gazdasszony is, aki a 10 rakmája közül egyet elveszített, hát megkeresi, mindent tűvé tesz a házban, hogy az elveszett rakmát megtalálja. A Jóisten kezdeményezi a mi megtisztulásunkat, ő hullatja az esőt, a megtisztulás kegyelmét, és ő az, aki szüntelenül keres minket. Mi egymással szemben sokszor közömbösek vagyunk, egymás sorsával gyakran nem törődünk, végképp nem törődünk egymás üdvösségével, örök boldogságának szempontjaival, mint a fehér kavics család, akik úgy gondolták, hogy elég nekük e világnak a biztonsága. Milyen sokan gondolkodnak így, hogy ez a világ megadja a biztonságot. Még most is, az anyagi és gazdasági nehézségekben, válsághelyzetben, háborús időkben, most is úgy gondoljuk, hogy nekünk meg kell teremtenünk itt a Földön az evilági biztonságunkat. És én ezt nem helytelenítem, nem azért említem, mert hogy ez egy helytelen emberi törekvés lenne. Nagyon helyes, hogy arra kell törekednünk, hogy biztonságban éljünk. De nem e világ adja meg a biztonságot, hanem a Jóisten kegyelmével kell kérnünk a földi életünknek minden nehézségében a boldogulás lehetőségét, a béke ajándékát, ahogyan most meghirdették a püspökatyák a Szent Kereszt ünnepére, majd szerdán 14-én a békért szóló imádságot, hogy minden templomban, hívő közösségekben imádkozzunk a békért az oltári szentség előtt, és itt a mi templomunkban. Itt az óriási lehetőség az egész napos 24 órás szentségimádás keretében is, hogy egyénileg is kérjük a béke ajándékát. Tehát a biztonság nem a fal mellett, az eresz alatt valósul meg, hanem a szabadsággal élve, a szabad világban, a Krisztus által megváltott világban, de mégis az Isten kegyelmével, a megtisztító és a segítő kegyelmével, az égből hulló áldással. Ezen kell eltűnődnünk a mai alkalommal, ezen a szép vasárnapon, hogy a Jóisten irgalmas, ővé a könyörület, aki keres minket, aki megtisztít bennünket, aki az életünket akarja. Vajon akarjuk-e mi mindezt? Vajon akarjuk-e azt, hogy az Úr megtaláljon, oltalmazzon? Van-e bátorságunk és kitartásunk, hogy ezt bizakodó imádsággal kérjük? Amen. Hiszek az egy Istenben,
mindenható atyában. Kérjük testvéreim, mennyei atyánktól, hogy az örök javakat mindennél jobban értékeljük. Add, Urunk, hogy Ferenc pápa és az egyház püspökei ráébresszék a világot a halhatatlan emberi lélek értékére. Add, Urunk, hogy készek legyünk minden áldozatra azért, hogy téged súlyos bűnnel meg ne bántsunk. Add, Urunk, hogy megszűnjék a világon a szegények kiuzsorázása és a népek gyarmati függése. Add, Urunk, hogy ne kíméljük magunkat, ha akár csak egyetlen embertársunkat is megmenthetjük a bűn rabságából. Add, Urunk, hogy minden földi nyereségnél többre tartsuk, ha feloldozol bűneinktől, és visszanyerjük lelkünk ártatlanságát. Add, Urunk, hogy 70. születésnapját ünneplő Katalin testvérünk és szerető családtagjai továbbra is elteljenek bőséges áldásoddal és kegyelmeddel. Mindenható örökisten, te mérhetetlen felelősséget róttál ránk, amikor akaratunkról tetted függővé magunk és mások örök sorsát. Világosítsd meg értelmünket, hogy felelősségünk tudatában éljünk, és erősítsd akaratunkat, hogy ne lankadjunk a jóért vállalt fáradozásban, Krisztus, a mi Urunk által. Mint a föld termés. Thank you.
hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Istenünk, s vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő, által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Áron és Károly testvéreinkről, mindazokról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, az egy évvel ezelőtt elhunyt Elek József testvérünkről, a templomunkban nyugvó többi hívőről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
békesség köztünk az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
a lelki áldozás imájával. Most azokra a testvéreinkre gondolunk, akik otthonaikban ünneplik velünk a Szentmisét, nem tudnak elmenni a templomba, de vágyakoznak arra, hogy az Úr Jézust kegyelmi módon a szívükbe fogadják. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk, mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és testünket, Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy holnaptól megkezdődik a plébániai hitoktatás, melynek órarendjét megtaláljátok az hírlevelünkben, az angyalszóban, és természetesen a Szent Angyalok honlapunkon is, a plébánia honlapján. Miként a homiliában említettem már, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia csatlakozik az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának kezdeményezéséhez, és szeptember 14-én szerdán, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén közös európai imára hív a békéért. Mint említettem azt is, nálunk folyamatos szentségimádás van, ezért az örökimádó kápolnában tudunk hozzájárulni ehhez a közösségi Európa területét behálózó ima közösséghez. Szent Kereszt napja egy újabb búcsú alkalom az esperes kerületünkben, a Tártos utcai Szent Kereszt templom igazgatóság, Szent Kereszt templom búcsú ünnepe lesz szerdán, este 7:45-kor kezdődik az ünnepi szentmise a Tártos utca 16-os szám alatt, amelyre Matolcsi Kálmán atya nagy szeretettel vár bennünket. Hamarosan egy újabb búcsú ünnep is lesz, a Szent Gellért búcsú, amely most nem a napján lesz közösségileg megtartva, hanem az előestéjén, szeptember 23-án, ugyancsak este 4-8 órai kezdettel a kelenföldi plébánia templomban a Bartók Béla úton, a 149-es számnál. Kelemen Imre atya, az ottani plébános is meghívott bennünket. És közeledik a mi templom búcsunk ünnepe, amely ebben az esztendőben oly napokra esik, mint annak idején, 6 évvel ezelőtt, amikor a templom felszentelése is volt, így egy hétvégén tarthatjuk meg a templom szentelési évfordulót és a templom búcsú ünnepét. Október 1-je a szentelési évforduló, ha nem is ebből az okból, de első szombat lévén mégis eljön a bíboros atya, hogy az első szombati áhítatot vezesse, ahogyan körbe járja ő az év folyamán minden első szombaton az egyházmegye különböző templomait. Most ide érkezik hozzánk, este 6 órakor lesz majd ez a szentmise, ami egyúttal számunkra a szentelési évforduló is. Kedves vendéget hívtam, és várunk a búcsú ünnepére, Márko Frizina atya,
a Lateráni Bazilika, a Római Egyházmegye karnagya, szentatya, zenésze ismét eljön közénk. Felkértem arra, hogy a búcsúi szentmisét ő tartsa meg, és szóljon hozzánk az ige hirdetésével, majd pedig október 2-án, a búcsú napján, este ünnepi hangversenyre kerül sor, amit az ő műveiből ő maga állított össze, angyalos témában, mondhatnám így, hogy ez egy angyalos koncert lesz, amit majd ő maga fog vezényelni. Erről majd még részletesebben is adok ki hirdetést vagy közleményt, de már előre jelzem, hogy egy jelentős és egy lélekemelő hétvégére készülünk október 1-én és 2-án. Szeptember 23-án Szent Pió atya ünnepén Varga János atya, Verbita atya, mert több is van Varga János atya, többet is tudnék felsorolni, de ez az Argentinában szolgáló Verbita atya fog itt nálunk misézni. Hát visszaadja azt a szolgálatot, amit én teljesítettem az ő plébániáján, egy kicsit izgalmas módon, hiszen egy spanyol nyelvű misére kért föl augusztus 14-én, hát most ő jön ide közénk, és evangelizációs ima alkalmat tart, mégpedig gyógyító, imádságos, áldásban gazdag szentmisét, amely 23-án este 6 órakor kezdődik. Majd aztán egyéni szentségi áldás, szeretett vendégség lesz, gyónási lehetőség, és ennek az ima alkalomnak a persely pénzével majd János atya argentinai misszióját fogjuk támogatni. Az Ars Sacra Fesztivál egy hét múlva kezdődik, pontosabban szeptember 17-én. Ekkor lesz a nyitott templomok napja, és különösen ajánljuk a közösségi programjainkat, amit most idő híján nem sorolok föl, hiszen minden részletes időpont megtalálható a honlapunkon is, és természetesen az Angyalszó hírlevél hátoldalán. Holnapi nap köszöntjük égi édesanyánkat, és dicsérjük az ő szent nevét. Isten éltesse sokáig Mária testvéreinket, akiket majd holnap köszöntünk. A névnapjuk alkalmából karnagyasszonyt, akinek holnap születésnapja lesz, és természetesen mindazokat, akiknek most név vagy születésnapjuk esedékes. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét már említettem, 15-én pedig a fájdalmas szűzanyára emlékezünk. Az Apostol Televízió folyamatosan közvetíti a szentmiséinket, imáinkat, hiszen ez a katolikus hitéleti televízió a lelkek javát szolgálja, lelkipásztori papi vezetéssel. Ebben is kérem továbbra is segítségeteket, támogatásotokat, hogy a nehéz körülmények között is ezt a szolgálatot teljesíteni tudjuk. Most mindnyájatokra, a jelenlévő testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék Televízió kedves nézőire, minden jó akaratú emberre, híveinkre, a lakótelep lakóira, és az ünneplőkre, ünnepeltekre a Jóisten áldását kérem. Az Úr legyen veletek! A mi Urunk, a minden vigasztalás Istene, irányítsa napjaitokat az ő békéjében, s ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében. Amen. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve,
éljétek le a földi életet, minden napi munkátok legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog örök életre. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,